Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ez állt a plakátokon, melyekkel a DK-sok és szimpatizánsaik felsorakoztak a metró aluljárójában. Dante isteni színjátékából vették az idézetet. A műben a pokol kapuján áll ez a felirat, kétséget sem hagyva az ideérkezőben, hogy a következő 9 körben válogatott rémségek várnak majd rá. Dante ezt egy komédiának szánta, és azért a komédiának, mert a tragédiával kezdődik, és a vége jó lesz. Itt pedig pont fordítva van, hogy itt egy komédia történik, és tragédia lesz belőle. Tehát mi azt követeljük Orbán Viktortól, hogy hagyjon fel a szórakozással, kezdjék el a hármas metró felújítását, mert itt napi 500 000 ember életével játszik a kormány. Dante mágia halállal is riogat a pokol bemutatásakor. Ilyet ugyan nem jósoltak a DK-sok azoknak, akik leszállnak a hármas metró mozgó lépcsőjén a mélybe, de felidézték, hogy az elmúlt években többször kellett füst, kigyulladó vezetékek vagy más műszaki hiba miatt leállítani a vonalon a közlekedést. Figyelmeztetésül ezért ki is ragasztották a plakátokat a bejáratra. Ám a biztonsági szolgálat egyes tagjai nem voltak elragadtatva attól, hogy a metró területét dekorálják. Kerestük a fővárost, hogy áll a hármas metró felújítása, ám ma nem értek rá nyilatkozni. A főpolgármester legutóbb január végén beszélt arról, hogy a munka igenis halad. A napokban jött meg a minisztérium hivatalos értesítése, hogy a felújított szerelvények megkapták a típusengedélyt. Itt ez év tavasszal már felújított szerelvények fognak futni. Korábban erre 20 évig nem volt példa, azt hiszem. És a tendereztetése az infrastruktúrális felújításnak is folyamatban van. Tarlós István akkor azt is mondta, mivel még 2015. júliusában is 65 milliárdos hiánya volt a BKV-nak, így arra az adósságra szerinte senki nem mert volna szerződést kötni. Elmondása szerint csak az elmúlt másfél évben kezdhették el a felújításhoz kapcsolódó érdemi tárgyalásokat.